Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a Rezonáns mozi érdeklődő elmék kulturális tere YouTuber workshopján. Ez egyben az utolsó alkalom is, és külön örülünk neki, hogy el tudtatok jönni a helyi középiskolából. Nekem volt alkalmam zsűrizni a Szolnok a kedvenc városom vetélkedőjében, és már akkor láttam, hogy nagyon tehetséges fiatalok ülnek ott a közönség soraiban, és nagyon ügyes videókat készítettetek, amiben rengeteg munka volt, és azon az alkalmon én felajánlottam, hogy itt egy YouTuber workshop keretén belül tovább tudjuk elemezni a videókat, és tanácsokat tudunk adni nektek arra vonatkozóan, hogy mitől lehet még nézettebb, fantasztikusabb videókat készíteni, amit akár fel is lehet tölteni a YouTube-ra. És ez alkalomból meghívtuk Géci Dávid, forgatókönyvíró, rendező, reklámfilmes szakembert Budapestről, aki ezeknek a YouTuber workshopoknak volt a gazdája, és azt gondoltuk, hogy egy helyi erővel, egy szakemberrel, Tálas Lászlóval, a Szolnok TV főszerkesztőjével kiegészítve a stábot, úgymond, a mai alkalommal segítenénk nektek, hogy hogyan lehetne ezeket a videókat továbbfejleszteni, ők elmondják a tanácsaikat, és példákat mutatnak hasonló YouTube videókra. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és Isten hozott benneteket a Tisza moziban. És köszönjük Lacinak és Dávidnak is, hogy eljöttek hozzánk a mai nap. Át is adnám nekik a szót. Jó szórakozást és tanulást kívánok a mai napra. Akkor én is köszöntök mindenkit. Sziasztok, én Tálas László vagyok, a Szolnok Televízió dolgozója. Kimondani is borzasztó 27. éve. És pláne azért, mert nem tévésnek készültem, és a tévé, meg általában a videótechnika, de aztán majd megmagyarázom, nem is áll hozzám annyira közel, mint inkább a könyv. Tehát én rengeteget olvasok, nekem sokkal fontosabb az, meg a rádió, ami most már egy kicsit átalakult, de a sors úgy hozta, hogy a televízióhoz kerültem, és én hűséges szakmához, hűséges ember lévén ott is maradtam. Aztán úgy alakult, hogy nagyjából pontosan tudom, hogy 1990 óta akkor úgy elhatároztam szilveszter napja, hogy engem érdekel az animáció, azon belül is a 3D-s animáció. Szilveszter napján elkezdtem tanulni. Azért akkor és azért szilveszter napján, mert épp nem volt semmi más program, és valamihez kötni akartam ezt az egészet, úgyhogy csak ajánlani tudom ezeket a nagy fogadalmakat mindenkinek, hogy így vágjon bele, és akkor emlékezni fog a pontos dátumra is, hogy kezdődött. Tehát visszatérve, utána 95-ben kerültem a televízióhoz, én szerkesztő riporter vagyok, és mellette az animáció már vállalkozás szinten is folyt, jó ideig, most is, és kurzusokat is tartok Szolnokon középiskolában, Széchenyi gimnáziumban, illetve megelőzően egy másik iskolában. Én nagyon szeretek erről beszélni, de még jobban szeretném megmutatni, amit most viszont annyira nem tudok, mert nincs nálam az a program, amit használok. Nagyon sok olyan program van, amit pillanatnyilag használnak, főleg a filmkészítéshez, mert ez a része jobban érdekel, gondolom, benneteket is, meg engem is. Én a német Maxon cég Cinema 4D programját használom. Ez egy alapvetően építészeti alkalmazásnak is használható 3D-s program, de bármilyen filmes munkára is fogható. Több mozifilmet is, a Pókembertől kezdve, én nem tudom, mert annyira nem vagyok moziba járó, szóval sok filmet készítettek vele. Ezekről a programokról tudni kell azt, hogy szabadon paraméterezhetők, és a igazi élményt az jelenti egy művészhajlamú felhasználónak, hogy nem kész effektekkel dolgozik. Tehát ezek a programok nem kész effektekkel dolgoznak, hanem mindent magunknak kell megteremteni, a színpadot fölépíteni, a világítást, a textúrákat, meg minden mást, ami szükséges ahhoz, hogy kialakuljon a vizuális megjelenés. Nem tudom, bizonyára közületek is hallott már valaki, vagy ismeri, vagy legalábbis hallomásból az Adobe termékcsaládnak az After Effects nevű programját. Én azért vagyok, hogy lebeszéljek erről mindenkit, de nincs igazam egyébként, nem kell hinni nekem, mert nagyon szép dolgokat lehet vele előállítani, és látom, hogy a klippekben és a YouTube videókban is nagyon sokszor alkalmazzák. Borzasztóan látványos dolgokat lehet elővarázsolni vele, paraméterezni is lehet, de igazából, hogy mondjam, szóval olyan, mintha az ember kezébe egy kész eszközt adnának, és én úgy vélem legalábbis, hogy ez nem adja meg azt a örömet vagy sikerélményt, hogy azt maga csinálta volna az ember.
Én viszont azon programok híve vagyok, többek közt a Maxon program, ami az alapoktól építkezik. Most erre elmondok egy gyors példát, mi televíziósok gyakran kapunk olyan megrendelést, bár én távol vagyok a Dávid féle produkcióktól, mert televíziót csinálok, nem videókat, amikor nekünk is át kell nyergelni, és bizonyos megbízásokat kapunk. Most éppen, nem most, a közelmúltban Szolnokváros részéről kaptunk egy olyan megbízást, hogy egy városfilmet állítsunk elő, ami a mi technikánkkal ugyan megoldható, de ezt föl kell dobni olyan animációs betétekkel, effektekkel, feliratokkal, amik versenyképessé teszik más nézők előtt is, gondolok olyan üzleti delegációkra, vagy külföldi partnerekre, testvérvárosokra, ahol érdeklődés mutatkozik erre. Tehát ma már nem elég a régi módon összevágott, katra összevágott filmeket odaadni a megrendelők vagy az érdeklődők kezébe. Folytatom. Tehát van egy kolléganőnk, volt egy kolléganőnk, nemrég ment el, aki professzionális szinten kezelte az After Effects-et. Olyan gyönyörű felfutót, mi így hívjuk, vagy befutót készítette a videóhoz, hogy csodálatos volt. Viszont volt egy olyan egyszerűnek tűnő kérés, hogy a Szolnok és Budapest kapcsolatát emeljük ki a épülő négyes út vonatkozásában, hogy mennyire jó logisztikailag a két város elhelyezkedés, és milyen könnyen elérhető. Ugye ez egy üzletember számára rendkívül fontos, és az a kérés adódott, ha ilyen szép felfutót tudunk csinálni, akkor csináljuk már meg azt, hogy a vonat, illetve autó közlekedés lemodellezzük, ahogy az út kirajzolódik Pestről oda meg vissza. Na most itt a kollégámnak foga és tudása vele tört ebbe, de nyilvánvaló, hogy az a program nem is alkalmas erre, akkor lettem én elővéve, és az alapoktól elkészítve, mint a kódex másoló, tudjátok, mikor egyesével a betűket írja, tehát nem készen kapott dologról van szó, megterveztem az utat, és elkészítettem. Nyilván, amikor ezt a produktumot látja valaki, vagy látta valaki, akkor neki nem tűnt fel, hogy abban viszonylag egyszerű történetben sokkal több meló volt, mint egy After Effects-ben összedobott egyébként marha látványos inzerben. Nekem nagyon nehéz dolgom volt, mert mint mondtam, 90-ben kezdtem el ezeket készíteni, és akkor még semmiféle szakirodalom nem állt rendelkezésre, se online, se offline vagy printben, ezért nagyon sok mindent magamnak kellett kitalálni, rengeteg vesződésre járt, meg szabadidővel, míg az alapokat elsajátítottam. Ez még egy Imagine nevű program volt, és még egy Commodore Amiga gépen, utána pedig PC-n áttértem a Cinemára, amit máig a legfőbb munkaeszközömnek tekintem, ha animációval foglalkozok. Van nekem egy nagyfiam, aki már egészen pici koromtól ott ült mellettem, amikor az animációkat készítettem, úgyhogy ő egy egészen más szemléletmóddal fogott hozzá ennek a programnak a használatához. Néha én is ámulok-bámulok, hogy nem jövök rá dolgokra, és milyen egyszerűen meg lehet oldani azokat a feladatokat egyébként, amiket én csak nehézkesen tudtam megoldani. Igen, és akkor itt van a generációs különbség köztünk, hogy én 49 éves vagyok, most leszek 50, úgyhogy ti már egészen máshogy láttok, de még szerintem a köztünk lévő 9 év különbség, 40 éves Dávid is megmutatkozik, te is egy egészen más szemléletbe látod a dolgokat. Ez a pár gondolat, amit előzőleg elmondtál, és az bizonyítja, hogy van mit tanulni nekünk is, csak legyünk befogadóak, ha egyáltalán még befogadóak tudunk lenni. Na most én ugye egy seggel ülök, két lovon, mondhatom így elnézést, mint televíziós. Tényleg csak a televíziózás mellett jut időm, meg a megrendelésekre affinitásom, vagy hát időm tényleg, hogy ezekkel foglalkozza. De mivel ti vagy az általatok, vagy a kör által készített filmek, azok a riportokról is szóltak, illetve voltak riport részek is. Itt is azért el kell mondanom pár dolgot, anélkül, hogy én részletesen belementem volna ezekbe. Most gondoljátok el, hogy én napközben ezt csinálom folyamatosan, én már 20x éve, 27 éve, és akkor engem megkérhetem, hogy nézek meg még filmeket. Úgyhogy gyorsan átfutottam természetesen párat, nekem is hasonló a véleményem, mint Dávidnak, a hanggal, a technikai részekkel, de nagyon-nagyon fontos az emberi része egy ilyen filmnek, és a riport készítés technikája. Igazából pont úgy kezdtem, vagy még úgy sem, mint ti,
Tehát abszolút úgy mentem neki a témáknak és az anyagoknak, hogy azt se tudtam, mi lesz a végén. Most már azért, amikor kimegyek, azt tudom, hogy mi lesz belőle. Tehát amikor mi kimegyünk készíteni, és azért mondom jó tanácsnak a kisfilmekhez is, akár egy riportfilmet, vagy egy dokumentumfilmet valaki, ez akkor már egy kész koncepció van a fejünkben, sokkal, de sokkal egyszerűbb, és sokkal célra vezetőbb így nekivenni valaminek. Na, még egyszer mondom, hogy társbéletben élek én a fiam, valaki meg YouTube videókat készít, úgyhogy én sok mindent tőle tanulok, és én azt kértem, hogy jelölj már meg egy olyan videót, ami valami miatt neked szimpatikus, akár a ritmusa, akár a grafikai elemek alkalmazása, akármi miatt, és te kiválasztottál, ha jól tudom, egyet a suli előtt, jó? Van-e arra mód, hogy belenézzünk ebbe, és arra, hogy Dávid is véleményt mondjon róla? Köszönöm szépen. Akkor légy szíves, indítsd el. Tehát itt most a következő fog történni. Egy fiatal ember van, aki a Tisza mozi nyári táborai révén tanult meg vágni. Az édesapja révén tanult meg animációt készíteni, a többit meg maga rakta össze így vagy úgy. Nem az ő alkotását látjuk, hanem az ő értékrendje szerint egy tanulságos, vagy egy jó megoldásokat felvonultató videót. Na hát, gondolom ez egy YouTube workshop, és még nem nagyon hallottam a YouTube-ról. Nem tudom, hogy nektek mi az elképzelésetek, hogy még szeretnétek egy YouTube csatornát csinálni, vagy filmeket, kisfilmeket. Van-e valami elképzelés? Kisfilmek? Fogyasztók? Jó. Én most hoztam nektek egy YouTube videót, én arra a részére vagyok kíváncsi a YouTube-nak, ami a nagyobb százalékot teszi ki, az ilyen 90-95%-a. A YouTube-nak nem filmekből vagy videóklipekből áll, hanem személyes önmegvalósításból, hogy tegyük fel egy ember, fiú, lány, bárki lehet, leül egy kamera elé és beszél, csinál valamit, amit őt leírja. És ezt lehet jól csinálni, vagy lehet rosszul, valaki befut, valaki nem. Most elhoztam nektek egy videót, ő Mr. Beast, jelenleg az egyik legfelkapottabb alkotó ezen a platformon. Nézzük meg egy percet a videójából, egyébként angol, ugye? Yeah. Na és meg is állítanám, ugye annyit látunk, hogy van egy alapkoncepció, hogy őt élve eltemetik, ez a videónak a témája, és hogy mitől lett ezen a videón 160 millió megtekintés, elég egyszerű. Bárki megcsinálhatja igazából ugyanezt, akinek van rá mondjuk büdzséje, de bárki megcsinálhat bármilyen videót, egy dolog fog dönteni, hogy melyik videó lesz felkapott, melyik videót fogják megnézni, és melyiket nem. Az a lényeg egy jó YouTube videó elkészítésében szerintem, hogy ne legyen unalmas. Tehát itt ebben a videóban a felvezetés rész az elején 3 másodperc volt, ahogy elmondja, hogy mi fog történni ebben a videóban. 3 másodperc alatt bevezetett minket a videó témájába, és ez a 3 másodperc egy videóban, vagy egy kis filmben akár, kulcsfontosságú, mivel a videónk eleje, amit csinálunk, az olyan, mint egy ember és ember közötti találkozásnál az első benyomás például. Itt dönti el a néző, hogy ezt a videót ő végig fogja nézni, vagy tovább kattint. Szóval itt kell megfognunk a nézőt. Na most én azt szeretném ezzel mondani, hogyha valaki el szeretne kezdeni videózni, vagy esetleg kisfilmeket csinálni, akkor nem feltétlenül az anyagiakat kell nézni, nem feltétlenül azt kell nézni, hogy kinek milyen jó a kamerája, stb., mivel nem ettől lesz jó egy produktum, hanem a mögötte lévő tartalomtól, az ötlettől, és a megvalósításon sokkal több múlik, mint az eszközökön, amiket megvalósítunk. Tehát egy ilyen telefonnal sokkal jobbat lehet mondjuk alkotni, mint egy profi kamerával, hogyha jobb az ötlet. Igazából a YouTube-nak a lényege szerintem
még egyszer elmondom, az önmegvalósítás, szóval, hogyha valaki el szeretne kezdeni YouTube-ozni, nekem is van például egy YouTube csatornám, 40 ezer feliratkozónál járok most, és én erre úgy nézek, hogy egy kis közönséget szeretnék magamnak, akiket az érdekel, amit én csinálok, ami engem érdekel. És így érdemes szerintem belevágni. És tényleg a kulcsfontosságú dolog egy YouTube videóban az az, hogy a tartalom olyan legyen, amilyenben benne van a személy, aki csinálja, és ezt ne unalmas módon tegyük meg, ne féljünk a kamera elé kiállni, és tényleg legyünk önmagunk. Én most itt féletek, mert most itt engem ti néztek, de ott csak egy kamera néz titeket, szóval szerintem minden eszköze megvan a mostani embereknek, gyerekeknek, felnőtteknek ahhoz, hogy egy jó produktumot tudjanak csinálni. Sziasztok, Géci Dávid vagyok. Kicsit innen folytatnám, hogy arról volt szó, hogy sokat olvassatok. Én ezt hallgattam egész gyerekkoromban a fatertól, és én meg nagyon sok filmet néztem, de mondta, hogy ez nem ugyanaz. És tudom, hogy most már ez is lejárt, most már nem sok filmet néztek, hanem sok YouTube tartalmat néznek. És most már sokan az se, hanem inkább sok gifet, sok képet nézünk, és ugyanígy ment el, hogy én szerintem én a Facebook generáció vagyok, ugye 20-asok egész 30-ig inkább az Insta generáció, lejjebb a TikTok, és igen, én valahogy meg kellett fogalmazzam, hogy én mit akarok, én nem YouTube tartalmat akartam gyártani, hanem a YouTube-ot egy eszköznek látom, hogy esetleg még többen nézzék meg azokat a dolgokat, amiket csinálunk. De alapvetőleg én a streamingbe hiszek most a legjobban, vagy az irány, hogy a mozifilmet, a reklámot nyilván a YouTube-on nézzük, a mozifilmet azt inkább streamingen és moziba, a tévét, mert én is szó volt arról, hogy tévé, abszolút a tévéből jövök, tehát tévéműsorokat is rendeztem, és én már nem nézek tévét, tehát egy kb. 3 éve azt mondtam, hogy hello, és tényleg az, hogy inkább olvasok, vagy könyvet, vagy újságot, de ez inkább kevesebb, tehát mai napig inkább filmbuzinak hívom magam, hogyha így lehet mondani, ez most már szerintem egy elkönyvelhető szó, amit így mindenki, nem tudom, angolul valami filmnerd, vagy valami ilyesminek lehet nevezni, tehát gyűjtöm is a filmeket. De alapvetőleg a YouTube videók azok akkor tudnak egy kicsit beszippantani, ha valamit kifejezetten keresek. Tehát például én optikákat vagy filmes technikákat vizsgálok, és akkor rájövök, hogy el tudok cseszni vele napokat, hogy rengeteget nézek. Ennek is van értelme, például tanul az ember angolul, és szerintem a ti generációtok sokkal jobban tud már angolul, mint akár a 10 vagy 20 évvel idősebbek, meg sokkal jobban keres rá problémákra, talál meg dolgokat. Viszont a filmeseknek is ugyanúgy fel kell kötni a gatyát, tehát hogy amikor beültök egy 3 órás pókember Marvel filmre, akkor annak legalább úgy kell pörögni, mint az előbb látott élve eltemetős videó, tehát annak is így nagyon be kell rántani. Viszont a mai témánk ugye a tipó, illetve hát a grafikai megjelenések ezekben a filmekben, és ez egy kicsit összemosódik, hogy ez most 2D-s feliratokat jelent, vagy 3D-s trükköket, amik a filmekben vannak. És én arra gondoltam, hogy nem feltétlenül ilyen Insta megjelenést, meg YouTube videó megjelenést mutatok nektek, amit itt a szünetben, hogy most hogy néznek ki a videóklipek, vagy milyen menő tipókat tesznek rá, amik a régi filmekre hasonlítanak, hanem én a nagyokból indulok ki, tehát a mainstream, amit a moziba láttok, vagy Netflixen filmeket, hogy a legkarakteresebb rendezők milyen megjelenéseket használnak, és mitől lesz ilyen varázslatos az egész, a Harry Pottertől, a Indiana Johnson át, az új Marvel filmekig, illetve az általam kedvelt ilyen, mondjuk azt, hogy a művészfilm rendezők, akik bekerültek a mainstreambe, mint például Tarantino, Tim Burton vagy Gaspar Noé, és ezeket a felirat típusokat fogjuk most megnézni, hogyha sikerül, így el is indítom. Azért mutatom ezeket a feliratokat, mert ugye régi filmek feliratai, de mégis ismerős lehet, mert mai napig eléggé használt pluginok.
kicsit ezt a homemade hangulatot, a Super 8-at, a filmnek a tulajdonságait sűríti, ugye, ahogy befűzik a filmet, vagy előregszik egy kópia, és ugrál a vetítőn, karcos. Ilyen effekteket is tudtok a YouTube videóitokra tenni, ilyen Super 8-as, 16-os effektet, ami megmozgatja, kicsit ilyen trash-é teszi, szemcsésítitek, grain tesztek rá. Ugye Tarantinót szerintem még nem kell bemutatni senkinek, bár lassan már a ti generációtok is lecsúszik róla, mert ugye az utolsó filmjét fogja rendezni 5 éven belül, és utána abba hagyja a filmkészítést, 10 film után, de az ő típusai, felirat típusai sem maiak, mégis trendiek. Tehát ő inkább ugye a 70-es évekből válogat, és a 60-as évekből felirat típusokat, néha még az 50-es évekből is, és például ezek a fekete blaxploitation filmek védjegye, ezek a sárga-piros, a Pulp Fiction is, tehát igazából régi televíziós sorozatok, régi 70-es évekbeli kisköltségvetésű filmeknek a típusait használja. Szóval itt nem láttuk ilyen hú, de nagyon látványos feliratot, de mi jut eszetek be erről a feliratozásról? Hogy mi, úgy kérdezem, hogy ez trendi, vagy nagyon réginek tűnik, vagy mozisnak tűnik, vagy videósnak tűnik, vagy tévésnek tűnik, tetszik-e, nem tetszik? Hát inkább ilyen mozis. Inkább tévés. Aha, mert hogy ez ilyen régi. Tehát, hogy régen így néztek ki a tévéfilmek. Kicsit ilyen gagyin volt feliratozva. Nem tudom, emlékeztek-e, régen a Disneynek volt ilyen sorozata, kutyás sorozat, Ausztrál Express, akármi ment még a 90-es évek elején, mondjuk amikor én voltam 10 éves, és akkor ilyen feliratok mentek, és ez mai szemmel már nem olyan jó, de ő direkt ezt akarta, hogy ezt az érzést érezt, hogy ez mintha egy régi film lenne, mintha egy klasszikus lenne. És később ő ezt egy kicsit felfejlesztette, már ilyen vagányabbra. Itt, hogyha megnézitek, ez már abszolút, ez a Tarantino stílus, ilyen a Kill Bill, a Polgár regény. Tehát ilyen nagyon menő zenéket használ, ilyen 70-es évek hangzású zenék és sárga feliratok, amitől teljesen ott vagy abban a korban. És hát úgy csalja el, hogy tök mindegy, hogy a 90-es években csinál filmet, 2000-es, 2010-es vagy 2020-as években. Nagyon kevés mobiltelefonos jelenetet használ, illetve olyan jelenetet, amiből kiderülne, hogy melyik korban vagyunk, és a feliratokkal ezt ő jelzi, hogy igazából ezek a filmek kortalanok. Nem tudom, hogy melyik az a filmje, amit jobban ismertek, esetleg a Django, vagy a Halálbiztos. Django-ba visszanyúlt a régi westernekhez, tehát amit láthattatok például Sergio Corbucci, Sergio Leone, egy maréknyi dollárért, pár dollárral többért, ez pont a Django-ra rímel, ami tényleg ilyen 60-as évekbeli spagetti westernek voltak, tehát amik ilyen nagyon szórakoztató filmek voltak, és Mary 2014-es talán a film, vagy 3-as, és mer olyan feliratokat használni, amik elavultak már 30 éve. És hát ugyanez igaz, volt egyszer egy Hollywoodra, a legutolsó filmjére, és sok-sok más munkájára. Ami talán most ugye a nagyon bevág így az új generációnak is, tehát azt mondanám, hogy a TikTok generációnak, a Wes Anderson stílusa, pedig ő is már 50 éves, de valamiért ezt a hipster közeget nagyon jól megfogja. Ő is teljesen
mondhatni, hogy kortalan azáltal, hogy a különböző stílusokat keveri, és ezt több youtubernél is látom, hogy úgy helyezik el a kamerát, legyen ez egy telefon, hogy az asztal fölé helyezik a gyakorlatilag a fényképezőgépet, vagy a telefon kameráját, és úgy rendezi be az asztalát, mintha egy tökéletes installáció lenne. Ezt egyébként látom ilyen influencereknél is, hogy, vagy ilyen celeb csajoknál, hogy bemennek egyet reggelizni, és akkor látszódjon a manikőr, a kis kávé, a szalvéta, a menő süti, és minden a menőséget hangsúlyozza. Na most ő azért egyel más, tehát hogy mondjuk egy művész, de azt mondanám, hogy a popkulturális elemeket úgy pakolgatja a térbe, hogy ez gyakorlatilag olyan, mintha egy festményt vagy egy műalkotást néznél. Egyébként Bécsben nemrég volt Wes Andersonból kiállítás, hogy egy kis művészfilmről is legyen szó, Pedro Almodóvár filmjeit, ha felfedezitek magatoknak, én nekem egyik nagy kedvencem. Ugye spanyol rendező, ez a mediterrán világ nagyon látszik a filmjei dizájnján is, tehát minden fal, minden textúra nála színes. Általában ilyen pasztelszíneket használ, minden jeleneténél le van fest. Ilyen helyen az Almodóvár nem forgatna erre, ránézni, ezt átfestené pirosra, ott narancssárga lenne, betolna egy zöld kanapét, és bejönne valaki lila ruhába. Tehát ő imádja a színeket, és ezért a maguk a tipói is úgy vannak ugye kitalálva, hogy mivel már eleve színes, ezért sokszor fehér a tipó, mert hogyha pirosra ráteszel pirost, az nyilván nem mutat úgy. Vagy én nagyon szeretem a Nicolas Winding Refn világát, én egy 15 évet csinálok kb. Kis játékfilmeket, és én is mindig ilyen neonos világításokat használtam, meg neonos feliratokat. Nem tudom, hogy hányan láttátok a Drive című kultuszfilmet, annak például a felirata is ilyen tipik neon. Kicsit 80-as évek a Cocktail című filmnek volt ilyen felirata, vagy a Ten a Roger nyúl a pácban. Az van sokszor, hogy én is azzal verem át magam, hogy azért megyek el, mert épp olyan látványfilm van, amit moziba kell látni. És azt a látványfilmeket általában 4-5 hónappal később meg tudod nézni, vagy Blu-ray-en, vagy letöltöd rossz esetben, vagy streamingen, viszont bizonyos művészfilmek meg csak a művészmoziba vannak, és utána se letölteni, se megnézni, se megszerezni, se nem adják ki. Mert én mondjuk veszem többnyire a filmeket, úgyhogy én próbálom úgy beosztani, hogy persze, ami nagyon látványos, kijön egy új James Bond, akkor ezt tuti moziba nézem meg, de emellett, ha jön egy francia művészfilm, akkor próbálom elkapni, mert utána évekig lehet, hogy nem tudod megnézni. Vagy például ilyen fesztiválfilmek, vagy ami itt volt most az Alexander Trauner fesztiválon, ugye vannak olyan filmek, amiket itt lehetett látni, és utána nem tudom, hogy lehet megnézni sehogy. Hát köszönöm.